Ez itt a Color TV heti hír összefoglalója. A stúdióban várja Önöket Tanyi Fanni. Köszöntöm Önöket november 12-én, ez itt a Color TV híradója. Lássuk a legfontosabb híreket egy-egy mondatban. Kijárási tilalom lépett életbe. 20 óra után kiürültek Kazincbarcika utcái. Közterületen is kötelező a maszk viselése. November 12-től tilos a játszóterek látogatása a városban. Tovább folytatódik a városi intézmények dolgozóinak tesztelése. A szűréseket saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. November 10-én a koronavírus járványra való tekintettel a Magyar Országgyűlés 90 napra ismét felhatalmazást adott a kormány számára a rendeleti szabályozásra. A tavaszi időszakhoz hasonlóan újra rendkívüli jogrend lépett életbe. A kormány rendelet számos járványügyi intézkedést, szabályt vezetett be, melyek az egész országra általánosságban érvényesek. A rendelet értelmében országosan, így Kazincbarcikán is, este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, vagyis mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. Ez alól kivételt jelent az egészségkárosodással, életveszéllyel fenyegető helyzet, a munkavégzés, beleértve az oda és a hazautat, illetve a kutyasétáltatás miatt is kint lehet lenni az utcán este 8 után, de utóbbi esetben a lakhely 500 méteres körzetében kell maradni. Kedd éjféltől az eddigiek mellett már a 10 000 fő feletti települések közterületein is kötelező a maszk használata. A kormány emellett bejelentette, hogy a kórházak, az iskolák, az óvodák és a bölcsödék dolgozóit hetente tesztelni kell, új elemként ezt kiterjesztették a szociális intézményben dolgozókra is. Magán és családi rendezvényen 10 ember lehet, az esküvőre a házasulandókon kívül a tanúk és a szűk család mehet, lakodalmat nem tarthatnak. Temetésen legfeljebb 50 ember vehet részt. A központi kormánydöntés értelmében november 12-től az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges majd, az üzemi étkezdék azonban nyitva tarthatnak. Az üzletek, a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak, a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat pedig nem. Települési szinten a helyi rendelkezések a kormányzat felhatalmazása szerint Kazincbarcika város önkormányzata képviseletében a polgármester által tovább bővíthetők a lakosság egészségének és életének védelme érdekében. Ezen lehetőséggel élve Szitka Péter polgármester több intézkedést is hozott a Kazincbarcikán lakók védelmére. November 12-től tilos a játszóterek látogatása, mivel az eszközök használata fokozott fertőzés veszélyt jelent. A kormányrendelet felhatalmazza a 10 000 főnél nagyobb lakosságszámú települések vezetőit annak érdekében, hogy a járvány elleni védekezés még inkább hatékony lehessen, szabályozhassák a közterületen történő maszkviselést. A helyi rendelkezések a központi szabályozást nem írják felül. Nagyon sok felhatalmazást kapott a polgármester minden egyes településen. Gyakorlatilag eldöntheti azt, hogy a maszkviselése hol legyen kötelező, eldöntheti, hogy a közterületek korlátozott használhatósága milyen fontos lépéseket tart Ildomosnak. Kazincbarcikán úgy döntöttünk polgármester úrral egyetemben, hogy a maszkviselése Kazincbarcikán a közterületeken kötelező lesz. A maszkviselését és annak helyes hordását a rendőrség és a rendészet munkatársai ellenőrzik. A szabályok megsértése esetén büntetés szabható ki a szabályszegő személyekkel szemben. Üzletek esetén akár pénzbírság kiszabása és boltbezárás is lehetséges, amennyiben az üzemeltető nem követeli meg a vásárlóktól és az eladóktól egyaránt a járványügyi szabályok betartását. Városunkban a maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatos eddigi bevezetett szabályok továbbra is érvényesek.
Annak érdekében, hogy mindez a lakosság számára a lehető legegyértelműbb, a hatóságok által pedig a legegyszerűbben ellenőrizhető legyen, Kazincbarcika teljes közigazgatási területén kötelező maszkot viselni. Lesznek olyan közterületek, olyan parkok, amiről a kormányrendelet is határozott, ahol maszk nélkül lehet sétálni. Ezek Kazincbarcikán a Völgypark, a csónakázótó területe, valamint a herbolyai tavaknak a környéke. Mindenhol máshol a maszk használatát előírjuk, és kötelező lesz használni. Még akkor is, hogyha valakinek, mint nekem is szemüveges, és bepárásodik a szemüvege, akkor is muszáj lesz a maszkot használni, és muszáj lesz hordani. Az intézkedések között szerepel annak a fertőtlenítő berendezésnek is a gyakoribb használata, amit tavasszal az önkormányzat szerzett be, és a Barcika Park használatában van. A közterületek tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas környezetbarát ipari tisztítógéppel a Barcika Park Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a város közterein a tisztítási és fertőtlenítési munkálatokat. Első körben a buszmegállókat, utcabútorokat fertőtlenítik, ugyanis ezeken a helyeken nagyobb számban fordulnak meg emberek, emelte ki Klimon István. Általános rendezvénytilalom lépett életbe a városban. Bezárt az úszoda, a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni, illetve a Fit Barcika programjai is szünetelnek. Kazincbarcika város önkormányzata már hónapok óta kerüli a megbízásából szervezett nagy létszámú nyilvános rendezvények megtartását. A központi szabályozás értelmében általános rendezvénytilalom lépett életbe Kazincbarcikán is. A sportmérkőzéseket, vagyis a Color City Kazincbarcika SC, a VRCK és a KKS bajnoki fordulóit zárt kapunk mögött lehet megrendezni. Szabad téren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos. Vagyis egyénileg szabad téren sportolni lehetséges, futni, gyalogolni, kerékpározni megengedett, viszont amatőr szinten tilos focizni, kézilabdázni, kosarazni, röplabdázni, vagy bármilyen csapatsportot végezni. A szabadidős létesítményeket zárva kell tartani. Ennek értelmében szerdától bezár a kazincbarcikai fedett uszoda, változik a Mezei István Művészeti Központ nyitvatartása, elmaradnak a Fit Barcika órái, valamint az Egressy Béni Városi Könyvtár is bezárt, csak az online szolgáltatásai működnek tovább. Kazincbarcika város önkormányzata folyamatosan tesztelteti a városi intézmények dolgozóit a nyár elején a kórháznak adományozott, tesztelésre alkalmas laboratóriumi eszközzel. A tesztek elvégzését saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. A kritikus területen dolgozók szűrése tovább folytatódik Kazincbarcikán. Az országosan jellemző, így a Kazincbarcikai Kórház non-profit Kft. Laboratóriumában is megjelenő túlterheltség és egészségügyi szakember hiány miatt az önkormányzat saját forrásból és személyzettel tesztelteti a városi intézmények dolgozóit a korábban a kórháznak adományozott laboratóriumi eszköz segítségével. Ennek az eszköznek a használatát szerettük volna sokkal jobban kihasználni, és a kórház nem tudta vállalni a humán erőforrás problémák miatt, hogy az eszközön a méréseket el tudják végezni. Ezért úgy döntöttünk, hogy az önkormányzat saját maga teremti meg a feltételeket ahhoz, hogy a mérések elvégezhetőek legyenek. Így a vérmintákat reggel és délután hetente 3 alkalommal veszük le, és folyamatosan dolgozik rajta 2 laborasszisztens az eszközön, hogy a minták kiértékelhetőek legyenek. Minden intézményt szeretnénk Kazincbarcikán leszűrni. Itt most egy kicsit érdekes helyzet állt elő, hiszen a középiskolák azok online oktatásra mentek el. Így gyakorlatilag ott a munkavállalóknak a szűrését most nem kezeljük prioritásként, hanem sokkal inkább azokat a munkavállalókat és azokat a közalkalmazottakat, köztisztviselőket helyezzük előtérbe, akiknek folyamatosan a frontvonalban kell dolgoznia.
Megtörtént a szűrése az egészségügyi alapellátásnak, megtörtént a polgármesteri hivatalnak, a rendőrség folyamatban van, a két iskolát már sikerült leszűrnünk, és az általános iskolák is sorra fognak kerülni, csak úgy, mint azok az önkormányzati dolgozók, akik sokat találkoznak egyéb más városlakókkal. Gondolok itt például a Barcika Prima Kft-re, hiszen mint közétkeztetésben élen járó cégünk, és biztosítja az étkezést számos területén a városban. Nagyon fontos, hogy ott is egészséges emberek dolgozzanak csak, úgyhogy ezt kezeljük elsősorban prioritásként. A következő hetekben több száz dolgozó tesztelése a cél, csökkentve ezzel a lehetséges vírusfertőzés kockázatát a kritikus területen dolgozók esetében. A nyitás óta csaknem 600 tesztelést végeztek a Kazincbarcika város önkormányzata által biztosított akut koronavírus fertőzés kimutatására alkalmas UMS-PCR mintavételi ponton. A betegek mintavétele a főtér 35 szám alatt történik. Átlagosan napi 60 tesztet végeznek az OMS munkatársai. November 3-ától azon betegek, akiknek egészségi állapotuk megengedi, és szeretnék felgyorsítani a házi orvos vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ által elrendelt mintavételt, lehetőségük van előzetes telefonos időpontegyeztetést követően személyesen megjelenni a Kazincbarcika város önkormányzata által biztosított szűrőponton. Kezdődött azzal a szűrés Kazincbarcikán, hogy az Országos Mentőszolgálat létrehozta azt a PCR mintavételi pontot, ami a főtér 35 alatt található. Ezzel kicsit felgyorsítva a kötelező mintavételt, ami a hatósági házi karanténnál nagyon-nagyon fontos tud lenni. Tudni kell és fontos megjegyezni, hogy nem lehet bemenni, és nem lehet csak úgy levetetni magunknak a mintát, itt csak az Országos Mentőszolgálat hívására lehet. A beteg a házi orvossal történő telefonos konzultáció során jelezheti, hogy egészségi állapota engedi vagy sem, hogy a tesztet a mintavételi ponton vegyék le. Az időpont egyeztetést a házi orvos PCR teszt iránti jelzését követően az Országos Mentőszolgálat végzi, az OMS telefonon veszi fel a kapcsolatot a beteggel. A mintavételi ponton történő szűrési lehetőség ekkor is egyeztethető. A mintavételi pont előtt az önkormányzat két darab parkolóhelyet biztosította a tesztre érkezők számára. Az OMS munkatársai minden beteg után fertőtlenítést végeznek a helyiségben. A mintavételi pont Kazincbarcikán a főtér 35 földszint per 1 szám alatt 8 és 22 óra között üzemel. Továbbra is szigorú óvintézkedések mellett zajlik a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ idősellátó intézményeiben a szépkorúak ellátása. A már korábban bevezetett protokollok szerves részei az egységek mindennapjainak. Kézfertőtlenítők, védőruházat, maszk, minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ idősellátó egységeiben az ellátottak egészsége biztonságban legyen. Az intézményekben dolgozók fokozottan figyelnek a bentlakásos otthonok lakóira. Ez a korosztály, ez a korcsoport a vírus leginkább veszélyeztetett korcsoportja, és hát itt is megvannak azok az országos protokollok, amiket nekünk kötelező betartani, de én azt gondolom, hogy itt a helyi egyeztetéseket és különböző szakmai megbeszéléseket követően talán túl is lépünk ezeken a protokollokon, hiszen az időseink egészsége a legfontosabb számunkra, és hát olyan helyi rendszereket vezettünk be, amik, mint például a lázmérés, elvileg kettő kellene egy nap, de mi háromszor mérjük az időseink lázát. Gyakorlatilag teljesen elszigeteljük őket egymástól, hiszen az közös érintkezés is nagyon komoly veszélyeket jelenthet. Ebben a helyzetben a mentális foglalkozások leginkább egyéni, illetve kiscsoportos formában zajlanak. Az étkeztetés, az ételbiztosítása mind a három menő esetben a lakószobában történik. Itt is próbáljuk elkerülni a találkozásokat, minimalizálni. További fontos óvintézkedés, hogy egészségügyi létesítményből visszatérő vagy új beköltöző esetén a két kötelező negatív teszteredmény mellett egy 10 napos elkülönítés is történik az adott intézményben, csak ezután válhat teljes jogú lakóvá az érintett személy, emelte ki István Zsolt. A hozzátartozóknak és a látogatóknak tilos a szépkorúak felkeresése, csomagokat továbbra is lehet küldeni, ezeket fertőtlenítés után kapják meg a bentlakók.
látogatási tilalom van, intézményelhagyási korlátozás van, gyakorlatilag tilalom, illetve hát a csomagokat ugyanúgy be lehet adni nyilván a kollégák számára, és a kollégák fertőtlenítés után tudják továbbítani ezt az ellátottak részére. A gondozók részéről a napi feladatok és a teendők zavartalanok. A vírusra utaló tünetek produkálása esetén kizáró ok, hogy az adott területen dolgozók munkahelyükön megjelenjenek. Az idősellátó intézmények működése biztosított, hangsúlyozta az igazgató. Zökkenőmentes a kisgyermeknevelés a kazincbarcikai bölcsödékben és az összevont óvodákban. A megelőzés érdekében szigorú szabályok mellett fogadják a gyermekeket az intézmények. A kazincbarcikai bölcsödék teljes kapacitással működnek jelenleg is, de a koronavírus megelőzése érdekében a megszokottnál szigorúbb szabályok mellett. A bölcsödékben maximálisan betartják a járványügyi előírásokat, szem előtt tartva a bölcsödei nevelés alapelveit, így biztosítva a szeretetteljes kisgyermekgondozást, nyilatkozta Ronyecné, Dobronyi Márta intézményegységvezető. Nagyon fontos, elsődleges, hogy csak is egészséges, tüneteket nem produkáló gyermekek, illetve felnőttek látogathatják az intézményeinket. A bölcsöde egész területére kötelező a szájmaszk viselése, nyilván a gyermekek kivételével. A reggeli érkezéskor nyilván kihelyezésre kerültek a fertőtlenítős lábtörlők, az érintésmentes kézfertőtlenítők, az átadóban egyszerre egy szülő, maximum kettő szülő hozhatja be a gyermekét, figyelve a másfél-két méteres távolságnak a betartását. Minden egyes alkalommal a szülőknek, gyermekeknek, illetve a dolgozóknak is testhőmérséklet ellenőrzés történik. Hogyha napközben esetleg a gyermek tüneteket produkál, akkor a szülőt értesítjük, és innentől kezdve csak orvosi igazolással vehető be a gyermek. Ugyanez vonatkozik a bölcsőde munkatársaira is. Ha a tünetek jelentkeznek egy dolgozónál, azonnal felmentik őt a munka alól, majd a házi orvoshoz irányítják. A kazincbarcikai bölcsödék vezetője szerint az intézményben jelenleg nincs koronavírussal igazolt munkatárs. A kisgyermekek biztonsága garantált, a munka a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlik. A kazincbarcikai összevontóvodákban is problémamentes a nevelés. A héten a százszor szép és a napsugártagovodákban sincs már részleges, csoportokra vonatkozó karantén. November 1-től még komolyabban kellett, hogy vegyük a beléptetésnek a rendszerét, hőmérőzünk, minden egyes belépő szülőt és gyermeket hőmérőzünk az intézményben, kézfertőtlenítők vannak kihelyezve, és csak úgy léphet be a szülő, hogyha kézfertőtlenít a gyermek is, és ő is, és a lábát is fertőtlenítőszeres szőnyegen megtörli. Nagyon-nagyon minimális létszámú szülő tartózkodhat az öltözőben, be kell, hogy kísérje az öltözőig a gyereket, de onnan tovább már nem mehet, hiszen olyan nagyon magasak a létszámaink, jelen pillanatban is 80%-on fölül vagyunk a gyerek létszámot tekintve, hogy muszáj a személyzeten kívül, hogy besegítsenek abban, hogy bekísérik a gyerekeiket, hiszen megoldhatatlan egy-egy ilyen nagy épületben az, hogy a gyereket átvegyük, kísérjük, öltöztessük és adjunk vissza. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden egyes szabályt a fertőtlenítéstől kezdve a kolléganők szülőkkel való kontaktban való maszkviselését, a közösségi terekben való maszkviselését is nagyon szigorúan vesszük, de ugyanígy szigorúan vesszük a szülők jelenlétében is, amikor érkeznek, illetve a bentartózkodás alkalmával is, hogy ezeket a szabályokat feltétlen tartsák be. Az összevont óvodák minden intézményében folyamatos a szellőztetés, a fertőtlenítés, a gyermekek kézmosása és kézfertőtlenítése. Az intézmény vezetője elmondta, hogy jelenleg 5 olyan munkatárs van, akik igazolt COVID-betegként karanténban vannak. De vannak olyan óvodapedagógusok is, akiknek a kontakt miatt kell otthonaikban maradniuk.
Az egyházi fenntartású Eszterlánc óvodában jelenleg egy fő óvodapedagógus mutat megbetegedésre utaló jeleket, így ő otthonában várja a tesztelést. Az Angyalkert görög katolikus óvodában az elmúlt napokban az ott dolgozók nem tapasztaltak koronavírusra utaló tüneteket. Mindkét említett intézményben a nevelő-oktató munka rendben zajlik. Rendben zajlik az oktatás a kazincbarcikai Pollák Mihály általános iskolában és tagintézményeiben, viszont továbbra is szigorúak a szabályok a megelőzés érdekében. A város középiskolái szerdától bezártak és áttértek a digitális oktatásra. Hétfőtől újra normál rendszerint zajlik az oktatás a Kazinczy Ferenc tagiskolában, ahol COVID-19 érintettség miatt november 3-a és 6-a között az alsó évfolyamos tanulók esetében a normál rendtől eltérő módon zajlott az oktatás. Az általános iskolák ugyanolyan szabály szerint működnek, mint amit szeptemberben elindítottunk. Nagyon nagy szerencsénk van, azt mondom, még eddig, mert nem érint bennünket nagy részben a COVID vírus. Egyetlen egy kollégánk van, aki most jelenleg pozitív tünetekkel, vagy pozitív teszteredménnyel otthon van, illetve többen várnak tesztre, de ez 5 főt jelent, és 240 kollégáról beszélek ebben az esetben. Tehát azt mondhatom, hogy a fertőzés még nem ért el bennünket, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne is terjedjen az iskolákban a vírus, amit a keretek között megtehetünk. Tehát nagyon-nagyon nagy gondot fordítunk a fertőtlenítésekre, a felületfertőtlenítésekre. Az osztálytermi oktatást helyeztük előtérbe szeptembertől, és úgy tűnik, hogy ez egy bevált módszer lett. A gyerekek keveredését megpróbáljuk minimalizálni. Évfolyamon szinten vannak keveredések, például a csoportbontásos, differenciált oktatás miatt. Egyébként próbáljuk izoláltan tartani, amennyire lehet a gyerekeket, illetve a közösségi terekben maszkot használnak a felső tagozatos tanulóink. Az igazgatónő kiemelte, a jelenlegi szabályok betartása nem okoz problémát sem a gyerekeknek, sem pedig a felnőtteknek, hiszen ezek az intézkedések egészségük védelmét szolgálják. A magyar közlönyben megjelentek szerint november 11-től előre láthatólag 30 napra a középiskolákban és a gimnáziumokban 8. osztály fölött digitális oktatás lépett életbe. Az egyházi fenntartású Tompa Mihály református általános iskolában az intézmény vezetőjétől kapott információk alapján szintén zavartalanul folyik az oktatás. A tantestületben nem észleltek COVID tüneteket, emelte ki Csernaburcki Ferenc igazgató. Felkészült a kazincbarcikai nappali melegedő és az éjjeli menedékhely a november 1-től kezdődő krízis időszakra. A hajléktalan ellátásban a koronavírus járvány megelőzése is komoly feladatot jelent mind a gondozók, mind pedig a gondozottak részéről. A szobák és helyiségek kötelező fertőtlenítése, a hajléktalanok hőmérőzése. Így indulnak a reggelek a nappali melegedőben és az éjjeli menedékhelyen. A kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ által működtetett intézményben jelenleg 65-en vannak, de ha szükséges, tudják bővíteni a férőhelyek számát, ugyanis ebben az időszakban nem ritka a 80-90 fős ellátotti szám sem. A téli időszak még enyhe időjárás esetén is számos veszélyt rejt magában. Elsősorban ugye, hogy nehogy megfagyjanak az utcán. Erre mindenféleképpen, hogyha kapnánk egy jelzést, akkor ugye megnéznénk, hogy mi van vele, vagy mit tudunk róla. Ezt mindenféleképpen jelezni kell, vagy a Mátai Diszpécser Szolgálatnak, hogyha valaki a lakosság részéről találna. Egyébként pedig ugye most ebben a vírusos időszakban meg fokozott figyelmet kell fordítanunk amúgy is az ellátottakra. A koronavírus járvány gyors terjedése miatt sokkal fokozottabban és körültekintőbben oda kell figyelni a hajléktalanokra, fizikális állapotuk esetleges romlására, illetve a kihűlés és fagyás veszélyre. Ha valaki
kimegy boltba, vagy pedig dolgozni, akkor bejön ugye homlokhőmérővel, történik a mérésük, készfertőtlenítés van, minden ellátottunk kapott maszkot, hogyha megrongálódik, vagy általában textil maszkot kapnak, ugye, hogyha meg, akkor tudunk nekik adni egyszer használatos maszkokat is biztosítunk, illetve hogyha olyan tünetük lenne, akkor abban a pillanatban jelezzék felén, vagy a kollégáim felé, és akkor intézkedünk, jelezzük a orvosunknak. A hajléktalanok zöme időskorú, többségük krónikus betegséggel is küzd, így ők a koronavírus által leginkább veszélyeztetett társadalmi csoport. Az éjjeli menedékhely, valamint a nappali melegedő intézményi egységvezetője a Color TV híradójának érdeklődésére elmondta, hogy sem a gondozottak, sem pedig a gondozók között nem találtak koronavírussal fertőzöttet. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat, még egyszer, röviden. Kijárási tilalom lépett életbe, 20 óra után kiürültek Kazincbarcika utcái. Közterületen is kötelező a maszk viselése. November 12-től tilos a játszóterek látogatása a városban. Tovább folytatódik a városi intézmények dolgozóinak tesztelése. A szűréseket saját forrásból finanszírozza az önkormányzat. A Color TV híradóját látták. Műsorainkat, híreinket a Color Line-on találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!